A bábolnai gazdanapok a ti életetekben mindig nagyon fontos volt, így van ez a mostani kiállításon is. Óriási területen mutatjátok be a gépeiteket. Megpróbáljuk felvonultatni a teljes kínálatunkat. A mostani kiállításon is több mint 50 géppel vagyunk jelen. A gépek összértéke majdnem 2 milliárd forintot tesz ki. Úgy gondolom, hogy itt a partneri körünk megfelelő ízelítőt kap abból a gépkínálatból, amivel mi szolgálni tudunk feléjük. Túl vagyunk az év felén. Milyen gépforgalmazási év ez az idei, Zoli? Nem kell panaszkodnunk. Vannak olyan területek, amiben kiemelkedően jó volt a forgalmunk eddig. Ez például a munkagép területén, illetve az erőgép fronton volt, de hát vannak gyengébben teljesítő vonalak. Nyilvánvaló a gazdáknak egy pénztárcája van, hogyha most ő elkölti munkagépre vagy traktorra azt a rendelkezésre álló pénzét, akkor kevesebb jut neki, teszem azt mondjuk kombányra. Tehát ez hosszú távon így is úgy is kiegyenlítődik, úgyhogy nincs ebben semmi gond. Én abszolút optimistán látom a jövőt is, hasonlóan az év hátra levő részét, mint ahogy eddig, ahogy eltelt. Itt a kiállításon ugye látjuk a gyönyörű gépeket, a munkagépeket, erőgépeket, kombájnokat, de nem látjuk direktbe a háttérmunkátokat, a szervizmunkát, a javításokat, ami nagyon fontos ugyanakkor. Ez sokszor a vevők oldaláról ez elfelejtődik. Amikor egy új gépet vásárol, hogy nem az a fontos, hogy most azt a terméket honnan, vagy éppen teszem azt mennyiért veszi meg. Sokkal fontosabb, hogy később ezt hogyan fogja üzemeltetni, ki fogja tudni szervizelni, milyen garancia, milyen megbízható cég áll mögötte, hiszen termelőeszközökről van szó, amik elsődlegesen pénzt kell termelnünk, és akkor kell rendelkezésre állnia, amikor szükség van rá. Tehát a mai felgyorsult világban nagyon könnyen lehet bármit a világon bárhonnan beszerezni. Viszont az, hogy ezeknek az utógondozása, hogy milyen minőségben, milyen gyorsasággal történik meg, az nagyon fontos. Tehát mi szeretnénk a partneri körünket mindig arra emlékeztetni, hogy oké, lehet, hogy ezt a gépet meg tudja venni esetlegesen máshonnan, vagy kintről Nyugat-Európába egy kvázi úgymond demósat behozni, aminek már ugye kicsit kétséges az üzemóra futása, amit az eladója hirdet. Mi mindig garanciával adjuk el a gépeinket, megbízhatóan avval a futás teljesítménye, még hogyha használt gépről is van szó, hogy azt mi garantáljuk a számára, és ez hosszú távon abszolút kifizetődő kell, hogy legyen. Ne ez a rövid távú napi siker motiválja a vevőknek a vásárlási szándékát, ez lenne a fontos. Hiszen mi ebbe, ahogy te is említetted, ebbe a szervizbe, alkatrész utánpótlásba investáljuk a legtöbbet. Tehát a beruházásainknak a nagy része az erre megy. Pontosan azért, hogy minél jobb és minél gyorsabb szolgáltatást tudjunk adni a partnereinknek. Most itt egy New Holland Eke előtt beszélgetünk. Hát nem láttunk még ilyet a ti standotokon. Amilyenként még nem, bár nyugat-európai kiállításokon ez már megjelent. Ugye New Hollandról lévén egy globális cég folyamatosan terjeszkedni próbál, szélesíteni a portfólióját, növelni a forgalmát, a részesedését, és ennek az egyik eszköze az, hogy elindultak a munkaeszközök területén is olyan folyamatok, amik elsősorban különböző akvizíciók formájába kerülnek be a cégnek a portfóliójába. Itt most ízelítőként egy Eke található, de én remélem, hogy a jövő év folyamán a többi gépet is be tudjuk mutatni a magyar közönségnek, kezdve itt a magágyelőkészítőken keresztül a különböző szálas takarmány gépein át, tehát kaszákat, rendsodrókat, rendkezelőket is beleértve egy színesebb palettát kínálni ettől a márkától, ami ugye eddig a kombányról és a traktorról volt híres.